Az egészségügyi ellátórendszer megerősítése mellett a munkahelyek megvédése volt az első számú feladat, az ötös számú választókerületben is. A gazdaság működőképességének fenntartásában nagyobb hangsúlyt kapott az üzleti szektor igényeinek felmérése és az adóterhek csökkentése. Különösen igaz ez a turizmus és a szolgáltatási ágazatra, ahol többek között a társadalombiztosítási járulék elengedése nyújtott nagy segítséget a bajba jutott vállalkozásoknak. A kialakult válság az önkormányzatokat is váratlan helyzet elé állította, számos településnek okozott nehézséget, hogy kivitelezőt találjon beruházásaik megvalósításához. Ennek következtében voltak olyan fejlesztések, amelyek a vártnál később kezdődhettek csak el. A térség országgyűlési képviselője szerint ennek ellenére is eredményes évet sikerült zárni, jelenleg pedig már az induló új 7 éves Európai Uniós fejlesztési ciklus tervezése van folyamatban. Itt elsősorban a gazdaságélénkítésre fogunk koncentrálni, illetve nagyon fontos a gazdaságon belül a turisztika, feldolgozóipar feladatait, illetve lehetőségeit vizsgáljuk. Ezen belül én a saját 44 településemről tudok nyilatkozni, mert egy Szabolcs 05 nevű önkormányzati társulást hoztunk létre, és ez a társulás már túl van az első fordulós tárgyalásokon, ahol igényeket mérünk fel az önkormányzatoknak, hogy ki mit szeretne csinálni. Ebben identitásában is keressük a településeknek a válaszát, hogy mitől alakult ki, milyen jövőképet látnak maguk előtt, milyen SWOT-analízisben erősségük, gyengeségük van, milyen erőforrás térképeket tudnak felrajzolni maguknak, milyen turisztikai attrakciók vannak esetleg. Ezekkel az információkkal próbálunk neki menni a következő fejlesztési időszaknak, hogy egymásra épülve csináljuk olyan fejlesztéseket, ami nem a másik település kárára, hanem egymás kiegészítve tudjuk fejleszteni. Ehhez pedig nagy segítség lehet, hogy a versenyképes Magyarország operatív programon keresztül minden eddiginél több, mint egy 150 milliárd forint áll majd rendelkezésre Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Kovács Sándor elmondta, választókerületében a kis települések minden eddiginél nagyobb aktivitást mutattak a Magyar Falu programban, így a legdinamikusabb fejlődés ezekben a falvakban volt tapasztalható. Minden település kapott valamit, hogy így fogalmazzak. A szám az körülbelül olyan 2,1 milliárd forint volt, és ezen felül még számolunk körülbelül 300 millió forintot, amit ugye Magyar Falu programból, de a közúton keresztül valósítottunk meg, mert az állami 4 és 5 személyi útak, amik átmennek a településeken, az is Magyar Falu program keretéből, országos keretből, nem az önkormányzatok pályájában, hanem egy dedikált forrásban a közúton keresztül valósultak meg. Tehát összesen egy olyan 2,4-2,5 milliárd forint beruházás volt. A képviselő hozzátette, a civil és egyházi szervezetek is sikeresen pályáztak a hazai forrásokra. Az utóbbiak az ötös számú választókerületben az elmúlt egy év során több mint 1 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást kaptak, mindezzel pedig nem csak az infrastruktúrát, hanem a közösségek identitását és összekapcsolását is sikerült megerősíteni.